csak néhány csillag él. Újságpapírt hord a szél. Ki mindenkinek akar szólni, az nem veszi célba azt a közönséget. És én írás közben egyáltalán nem foglalkozom a közönséggel. Próbálok írni valamit, ami nekem megfelel, és úgy reménykedem, hogy akkor másnak is az jó lesz. Nemzedékemről szól, persze nem az egészről. Én 1950-ben születtem, és az az egy reménységem, hogy 2050-ben fogok távozni a köreikből. Hát ehhez még össze kell kapnom magamat. Szemében még különös. De minden esetre, akik 50 tájt születtek, azokról szól, hogy ez a nemzedék mire jutott itt a rendszerváltozások során. És főleg, hogy a barátság ezt hogyan élte túl, ezt próbáltam nyomon követni, úgyhogy 8 embert választottam ki, ez 8 vidéki. Ennek az a prózai oka, hogy már annyit írtam fővárosiakról, hogy gondoltam, most legyenek ezek vidékiek. Azt hittem, hogy szépen élhet még, most már valahova elbújnék. És szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a hálózat, ami a mi kapcsolataink, barátságaink, érzelmünk, hogy ez hogyan változik, ahogy eltelik 5 év, 10 év, 20 év, 50 év. Miért szít a kötőcímmel? Ennek nagyon sok oka van. Mondjuk a két fő okot elmondom. Az egyik a szitakötő nevű rovar, amiről ugye tudjuk, hogy a tündérek szárnyát róla szokták festeni, és egyáltalán mindenki egy olyan édes rovarnak tekinti, na hát az egy ragadozó, vérszomjas vadállat. És úgy érzem, hogy a mi időnkre ez a vérengzés többszörösen jellemző. A másikok pedig nem a szitakötő, tehát egy kicsit a szóvicces helyzet, hanem a szita, mert úgy gondolom, hogy van egy óriási szita, és azon ül minden nemzedék, főleg a nemzedék ismert alakjai. 5-7 évente nagyon megrázzák. A munka félveg ellobban. Itt a kötőszó nem meséli el ennek a regénynek a lényegét. Az alcím, amit a borítóra is kinyomtattak, hogy nemzedékünk regénye, az elég pontos. Ám az ütkes szikra előröbben, a szél előre sodolta, adta persze utólag, a szomszédot okolta. Állandóan próbálom az olvasót a cselekményen belül különböző helyekre terelni, aminek több előnye van. Egyrészt, ugye, ha mindig benne lenne, akkor már elfogultá válna, ahogy én, vagy ahogy a hősök. Ha meg mindig kint lenne, akkor egy ilyen hideg mosolyjal nézni, az se jó. És ez a váltogatás úgy érzem, hogy nagyon jót tesz annak, hogy a regény üzenetét, ha van neki olyan képviselőt. Az ablakokban kigyúlt a lámpafény. Néhány rokon, ha összegyűlt, és politikáról szó került, csak suttogták, ami nem volt elmondható. Minden szakmában úgy érzem, hogy nagyon nehéz ma az ön korosztályának. És én csak azt üzenném nekik, hogy akkor járnak a legjobban, ha viharos sebességgel nyelveket tanulnak. Nem egy nyelvet, nyelveket. Mert aki tud 4 nyelvet, az valahogy boldogulni fog ebben a világban. Egy recsegő hang a hazáról beszélt. Apa felle járt, a kisfiú csak állt, s hogy ne féljen úgy, hát énekelt egy dalt, hogy zeng az ének szó, és az úttörő kedve jó. És én nem azt ajánlom önnek például, hogy önöknek, hogy menjenek külföldre, mert hosszan tudnám sorolni, hogy ott milyen baj fogja önöket érni. Csak azt, hogy legyenek fölfegyverkezve a tudással. És a legfontosabb tudás a nyelvtudása. Aztán, ha már tudnak 4 nyelvet, akkor jön az, hogy mit olvassanak.